az, amit te hazavinnél magaddal a Csillagpontról? Mi az, ami téged itt megérintett? Az elfogadás, az egymás elfogadása, az egymásra odafigyelés, és tényleg az, hogy akkor érezzük magunkat otthon, hogyha levetkőzhetünk egymás előtt, hogyha őszinték lehetünk egymással. Hazavinném gyülekezetemnek például ezt a hatalmas összetartást, amit itt látok a szervezők és, a, és az önkéntesek között. That doesn't go away just in and I walked a thousand miles to prove it. Úgy érzem, hogy itt befogadnak, hogy itt olyan lehetek, amilyen én vagyok, és sok olyan emberrel találkoztam, akik így elfogadnak, amilyen vagyok, és odafigyelnek rám, kedvesek, pedig lehet sose láttam őket életemben, csak itt találkoztam először velük. A love's ring for eternity. The waves will break every chain on me. Szerintem engem abban segített a Csillagpont, hogy nyitottabb lettem emberek felé. Szerintem őszintében kezelem a kapcsolataimat, a barátságaimat. Engem közvetlenebbé tett. Az egésznek a témája a reformálódás, az átformálódás. Ugye saját életemre is nagyon jellemző az, hogy át kell formálódnom. Veszítettem el embereket, és itt rengeteget kaptam. Biztos vagyok benne, hogy a Jóisten így akarta és így alakította. A előadások nagyon jók voltak, azok a hasonlatok, azok, amiket mondott a Pál, és ezek által így jobban át tudtam gondolni a lelki életemet, Istennel való kapcsolatomat. És ezek által így, hogyha visszaemlékezni fogok emlékezni a Csillagpontra, szerintem rögtön azok fognak beugrani, amiket itt mondott, és ezek által így jobban át tudok szerintem mélyülni majd a hitemben. Isten közellétét, hogy itt érzem ebbe a társaságban, hogy itt van velünk, közel van, és hogy ezt olyan jó érzés lenne hazavinni, hogy tényleg ne csak eddig a pár napig tartson ez az érzés, hanem a továbbiakban is otthon. Szerintem úgy lehet megtartani, hogyha ugyanolyan nyitottak vagyunk a világban, és ugyanezt a jó fejséget meg lehet találni a normális hétköznapi emberekben is. Úgyhogy én azt mondom, egyébként a nyitottság és a spontaneitás ahhoz, hogy nyugodtan merjünk beszélgetni másokkal is a világban. Mindenképpen tudatosan és szeretettel. Szerintem, hogyha tényleg ezt szeretnénk, akkor meg tudjuk magunkba belül tartani, úgyhogy teszünk érte. Otthon is a hazánkban, ahol szeretnénk, és akkor meg tudjuk tartani a szívünkben ezeket a dolgokat.